Igazából már láthattátok, hogy egy játék alapú animéről lesz szó, aminek már a címe is átértékelteti az emberrel az életét. Shining Tales X-Wing. Nem akarok rögtön szárnyakat letörni, de úgy érzem, hogy ezek nem az öröm könnyei lesznek. Na de jó, Sayonji. Rögtön a lecsóba csapnak a készítőket, srác eltűnt a szertárba belépve, ami rögtön beszéd témává lesz az egész iskolában. Főhőseink is ezzel foglalkoznak szavaiikben, annak valószínűsíthetőségén vitatkozva. Hamarosan az egyik csaj megjelenik egy fantasy könyvvel, aminek rossz szokása, hogy magába szívja az embereket. Szóval egy könyv, ami a világába szippantja az embereket. Na lássuk csak, hát ha nálam is van egy ilyen. Egy könyv a Szovjetunióról, hát ha ijatok a címbikkel egy kis Krasznaja Moszkvát. De semmi. Itt van ez a Warcraftos könyv, egy kis lovaglás trallal. Hát semmi. Bud Spencer könyv, hát ha dűbe jövök én is. Ez sem jó semmire! Harry Potter és a... Meg az anyád! Ahogy annak lennie kell, szépen eltűnnek a haverok. Már csak Szóma és a tömeglány marad, úgyhogy megteszi az ekkor léphető egyetlen logikus lépést. Szerelmet van neki! Komolyan, eddig semmi jobb nem jutott eszébe! Na mindegy, a készítők jól tudták, mivel lehet feloldani ezt a hirtelen támadt krízist. Kell egy vérfarkas és egy macskalány. Látom, legalább három animére elég baromságot sikerült összegyűjteni. Na nézzük tovább! Miután sikerült varázstükröt összetörni, és egy kapucínel szárnyú angyal felvázolja a harci helyzetet, újdonsült szerelmeseink a vad szavannán találják magukat, ahol egy szép rakás, idétlen monsta tűnt fel ilyen fekete pacnikból. De semmi gond, Szóma igazi trash metal arc, összever mindenkit, és mi a kardot is feltartja puszta kézzel. Látom, az ő hídlapján gyakran szerepelhet a... De a legepikebb dolog még hátra van. Az ő feláldozó lány először azt hittem, hogy ledöfette magát. És ki is lippom az első részben, de ennél sokkal keményebb cucc, ami így történik. Ennek a fantasy világnak központi elemei a lélekkardok, amiket a kardmesterek ki tudnak húzni az NPC-kből. Nem vicc! Itt mindenki kardhüvelyként funkcionális, mint a Pokémonok mind más-más képességekkel rendelkeznek. Most sajnálom csak igazán, hogy annó kidobtam a gyermekkori első képregényemet, amiben az állatkák kardokat húztak ki egymás lelkéből, és ennek hála démonná váltak. Csak hogy ez nekem 12 évesen jutott eszembe. Ne- Na állj, narancskard volt bennem! A történetben három ország játssza a főszerepet. Valéria, ahol emberek, törpék és elfek élnek, Livéria, ahol úgynevezett beastmenek, de a kreativitásból csak kutyákra tellett. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Meg néhány túlméretezett csirkére. Végül marad ez, ami szép lassan démoni sötét elf alkimista birodalommá nőtte ki magát. Amint láthatjátok, le sem tagadható a szerepjátékmód. A nevek is ehhez alkalmazkodnak. Vannak japánosan, elfesen, vagy éppen latinosan hangzó nevek. De például a legismertebb kínai vezér, Mao nevét egy mocskalány, bocsánat, Phil Beastman örökölte, mi Kirei nevénél nem tudok másra asszociálni, mint egy gonosz arcú viharfelhőre, ami két bárdal szaladgál és amiből vérzápor hullik alá. Történet pikantériája, hogy a két jó barát, akik mind a ketten kardmesterek lettek, ellentétes oldalra jutottak, és a saját oldaluk igazát hajtogatják konstans, mindketten a másikat okolják a világ pusztulásáért. Aztán azért nem nehéz rájönni, hogy vajon az emberek vagy a szőrmunka rossz csontok itt. Mocskos sztereotíp készítők, úgy, ha a rókapopa már viszi is Szóma csaját túsznak. Ilyenkor azt mondaná az ember, hogy na, csak megjön az ész és összefognak, de nem, erről szó sincs. Szómára rájön a magányos farkaskodás, és két alkalommal is inkább magánakciózásba kezd, és majdnem ott hagyja a fogát, ha kapucínér nem segít rajta.
Ugyanis megjelennek az alkimista elfek, akik között ott van a harmadik osztálytárspáros, akik magukévá tették a sötét agyú elfek világmegmentési szándékát, amihez sajnos rá kell szabadítani a sötét erőket a világra. Ehhez a rettentően egyedi gondolathoz fogadják őszinte elismerésen. Mivel a rókapofa megdöglött, és találtak egy közös ellenséget, a humanoidok és a vukik összefognak, ám az ősi nanotechnológiával nyomuló ellenség csak kifog rajtuk, ezért Szóma pár random csajjal és egy tökik páncélba öltözött sárkánnyal tesz rendet. Innentől már a kardmestereken túl senkinek nincsen értelme harcba szállnia, teljesen elindultak a közkatonákhoz képest. Ha már a kardmesterekről beszélünk, említsük meg a kardokat részletesebben. Próbáltak mindenféle kardot összehozni az olyan kliséktől, mint a villám és a tűz, olyanok, akik bezárólag, amelyek pajzsba öltözhetik az embert. Azért egy-kettőn sikerült megütköznem, mint például ezen a gépfegyver kardon. Először azt hittem álmodom, de később bebizonyosodott, hogy bizony jól láttam. Beszóltál, köcsög! Kedvencem viszont a Kirrain-ben eltárolt kard, ami immobilis és ágyúként funkcionál. Nem értem, mi értelme van egy olyan fegyvernek, amit elég megkerülni és szétverni? Másrészt meg az elején jelét adják, hogy a kard széttörése a lélek széttörése is egyben. Ám a sorozat közepén ez pusztán heves fájdalommal jár, mint az NGE Evai esetében. Míg a végén a delikvens életébe kerül. Ebben van valami logika? Vagy csak a mindenkit a jó időben kell megölni elvet igazolja? Na most már értek a maszkváltást, ugye? A tömény fájdalom ráncait és a levakart arcbőrt akarom ezzel a vidám irabukval elrejteni. Innentől kezdve két elf is bekapcsolódik a történetbe. Egy norvég töveglány és egy Zekti nevű elf biológiai fegyver robot. Utóbbival Kiria, a kisebbik csicska pár romantikus órát eltölt a föld alatt, és innentől állandóan a megmentésén szorgoskodik. Három dologra lettem figyelmes ekkor. Az első a vágás. Egy normális sorozatban szépen egymás mellé teszik a képkockákat, de itt mintha a Turbix gépbe hagyták volna őket. Nézzétek például ezt! Most még csak a teremben tanácskoznak az összecsapásról, fél pillanat múlva már Zekti ellen álltak ki, kérdezve, hogy Tryhard, akinek a neve alapján három élete lehet, hol a fedében van, aztán hirtelen oda teleportál. Nézzétek, amikor leereszti a kötelet, a csaj még eszméleténél van és ül, most viszont már ájultan viszi el Tryhard, ráadásul hagyják meglógni! Ennek nincs semmi értelme! Ezt még megfejelték azzal, hogy a diktatórikus ellenséget egy meghívóval el lehet hívni demokratikus tárgyalásra. Eddig egymást írtottuk a harcmezőn, most meg kap egy gondos bocsok meghívót és leül velünk az asztalhoz. Végül, ami borzasztóan feltűnő volt, hogy három híres könyvből válogatták össze a párbeszédeket. Közhelyek a barátságról, kiadja az Antisocial International. Válogatott ordítható baromságok 30 év anime drámáiból. És végül a legszarabb elpirulós romantikus anime poénok, felújított kiadás. Megmutatom az évezet a legrosszabb sírva elrohanós poénját. Ningen no onna mo nakanaka ikeru. Ore, omae tachi ni mero mero da ze. Ha? Baka mono. Onushi, nani o itte oru no ja? Nani tte anesa? Ningen zoku fu no iimashi o. Nakanaka muzukashii mon da na. 慣れないことはやめた方がいいよ。De az
az események forgatnak, csak nem apad, Zekti egyre nagyobb szerephez jut, és szép lassan összeáll a kép, ami az ő fejében szanaszét van. Ő ezt rókapofa által megölt hercegnőjének nanofegyver klónja, aki a gyilkos esőfelhő húga. És most, miután megkattant, nézzétek ezt a csodálatos önfeláldozást! Komolyan valami vért nem tudtak volna betenni, hogy tényleg ne döfésnek tűnjön. De a kedvencem csak most jön. Másodjára is megöltétek a húgomat. Oh, we got some drama here! Az már meg is pecsételődött, hogy kitölti be a főgonosz szerepét az animében, de az agyrémnek korán sincs vége. Szerintetek, mivel szembesülünk három rész múlva? Cidegoy! Kitrábáztatok magatokat, minek hozzátok vissza? Miféle forgatókönyvírás ez? Feladom, ez minden józanésznek ellent mond. És ezzel még nincs vége. Amikor Maóra és Zeróra, a cicára és az angyalra terelődik a hangsúly, kiderül, hogy annól egy csapatban voltak. Valami nagy igazságharcosok, ám a tömeglányból kiszívta Zeró előző énje. Xion a gonoszt, megölte a már korábban is látott sárkányt és tömeglányt. Akkor most hogyan élhetnek mégis? Ja, hogy időközben feltámasztotta őket? Uram, Isten, itt mindenki Jézus Krisztus, hogy harmadnapra feltámad! Meg vannak pára, mint Zekti elődje, akik szellemként élnek tovább. Ez mit is jelent? Azt, hogy ebben a fosrakásban nem lehet a jó oldalon meghalni! Na, mielőtt teljesen elszabadulnak az indulatok és szanaszét idegelem magam, térjünk vissza a sztorira. Három kristályt kell aktiválni, amelyek visszatarthatják a gonosz erejét. Természetesen nem fogják, ehhez meg kell szerezni azt, akit a halott szélhercegnő, vagyis Kirei húga után elfogad a szélisten. Na, vajon ki lehet a szélisten? Egy bogota! Jó, most már térjünk rá a befejezésre inkább. A gonoszság energiáit a foglyul ejtett Tryhardból szívják, akinek a kiszabadítását egy mágikus mező akadályozza. Persze, mire a szerelme beszenvedi magát a közepébe, Tryhard ki tudja tépni magát onnan. Ezt a fasságot! A végső csatát pedig a Kirain testét megszálló démonisten ellen kell megvívnunk. Itt egy új feature kerül. Vagyis a kardmesternek van egy elrendelt párja, akiből az Ultimate kardot tudja erővarázsolni. Végül is egyértelmű, nem Tryhardnak ott van a Neváncs virág boszorkány, amelyek tudathasadása is van. Kiriának ott van Zekti, Szómának pedig... Kiria? Vajon ha a**omat lenyom a torkomba, azt pedig kihányom és visszanyom a seggembe, azt felére ezzel az élménnyel! Na, miután lenyomják a három testőre hajazó egy mindenkiért rituálét, jöjjön a finálé! Ennyi? Két perc? Jó! Kirin szintén szellem lett, együtt a húgával, a világ megmenekült, lehet hazamenni! Hazamenni? Adott egy izgalmakkal és lehetőségekkel teli fantasy világ, melyik töketlen majom cserélni azt vissza a szürke hétköznapokra! Érdekes, hogy a szereplők vegyesen döntenek. Tryhard és párja maradnak segíteni az újjáépítésben,
Kiria visszatér annak ellenére, hogy neki volna egyedül logikus maradni a Zektiókán. A két tömeglány szintén lép, míg Szóma visszatér Mao sírása láttán, amit egyáltalán nem értett, mivel az végig zeróra volt ráindulva, és nem sok elég mutatta annak, hogy szeretné Szómát. És azt sem értem, hogy mostantól miért tudják a hétköznapi világban is használni a kardokat. Na mindegy, nem rombolom tovább az agysejtjeimet. Ennyi hülyére élvezkedtem magamat. Nem kifejezés, hogy mennyire egy zavaros, értelmetlen vacak az, amit a játékból összeollóztak. Lehet, hogy abban a formájában még értékelhető, de erre a klisé halomra egy 4/10-nél többet még akkor sem adnék, ha bosszúból döglött macskákkal tömnék tele a hallójárataimat minden este. Borzasztó! Bocsánat a hosszért, de ezt muszáj volt kiadni! Na, csicsóka!